Magyar Középiskola rajz és grafikus tanulós tanára. Mai napon a gyerekekkel egy kaleidoszkópot készítettünk, amely a fizika naphoz kapcsolódott. Ugye a kaleidoszkóp a fénytörés elv alapján működik, amit David Brewster talált fel, és az ő fényjel és polarizációs kísérleteivel kapcsolatosan született meg, mint egy melléktermék. A gyerekek egy papírhengert formáltak, ragasztottak a közepében alufóliát, ez helyettesítette a tükröknek a funkcióját, és a végén egy cellofánnal lezártuk, pakoltak bele szervinesztebb színes kis kristályokat, műanyag gyöngyöket, átlátszós gyöngyöket, és még egy alufóliával letettük. Amikor a gyerekek ezt elkészítették, akkor nagyon vidáman néztek a fény felé, és forgatták a kaleidoszkópot. Nagyon ügyesek voltak, két korosztály is volt, volt egy kisebb csoport és egy idősebb csoport is, és mind a kettő korosztály megállt a helyét, ügyesen vették a feladatokat, vágtak, ragasztottak, és ennél a feladatnál különösen fontos volt az, hogy egymást segítsenek, ezáltal a csapatmunkát is tudták gyakorolni, és az együttműködést, mivel sokszor volt olyan rész a feladat elvégzése során, hogy megfogta valaki két oldalt a hengert, és valaki átragasztotta, megfogta, aztán cseréltek, a másik fogta meg. Megint két oldalt, és a következő gyerek megragasztotta. Ügyesen együttműködtek a gyerekek, nem csak velem, aki mutatta, mit kell csinálni, hanem egymással is. És én azt gondolom, hogy egy szép emlék marad az ő számukra, az itt voltak a VR4K-ban a tudós táborban, és egy ilyen nagyszerű és hasznos játékot készíthettek, amivel az egész nyár folyamán szórakozhatnak.